Hello mindenkinek, én Sallai vagyok, és nagyon nagy a hype, nagyon nagy a hype. Október 23-án megnyitott a Simons Burger, és aznap elmentem, de rengetegen voltak, tehát fullon volt a hely, és amikor már három ember volt csak előttem, akkor hallottam egy férfivel, hogy fél órát kell várni még pluszba, azon kívül, hogy még sorba is álltam. Mondhatátok, hogy nem olyan sok, de sajnos nem volt rá ennyi időm, szóval elnapoltam. Meg hát nyilván nem is akartam itt fokozni ott a nagy pörgést, majd máskor, amikor csillesebb a hangulat. És ma 26-án úgy gondoltam, hogy ellátogatok, hát ha picit alább hagyott a kezdeti hype, vagy nem is tudom, mondjuk furcsa volt, mert írták nekem TikTokon, próbáljam ki a Simons Burgert, és így, oké, már láttam, hogy így készül ott a belvárosban egy ilyen nevű hely, egészen zöld, hasonlított a Vendoboxra a dizájnja, és így mondom, jó. Rákerestem, és aznap még nem volt nyitva se. És így nézem, hogy mi a fene. Mármint, hogy ilyen volt valami soft opening, és akkor így egy napig nyitva volt, kettő, nem tudom pontosan, és pont aznap kerestem rá, amikor kettő napra bezártak. Tehát ránéztem Google térképen, hogy akkor pontosan hol is van ez, mert így kb. Megvan, de nincs meg a címe, október 6-a utca. Több mint 200 ötcsillagos értékelés, és nem volt más. És jelenleg is, három nappal nyitás után, ahogy ránézek a helyre, 261 darab 5 csillagos értékelés. Wow, le vagyok nyűgözve. Rengeteg embert lenyűgöztetek. Mit is kell tudni a helyről? Na jó, inkább először mutatom. Külön csomagolták el nekem a sült krumpliukat, meg külön a burgert. Igen, szóval egy ekkora pohárnyi hasábburgonyát kellett volna kapnom. Ez egészen sok. Nem fagyasztott krumplival dolgoznak, cserébe hátránya, hogy nem feltétlenül szállításbarát. Még most meleg, mert siettem, hazabicózva. Hiába elviterekedtem, gyorsan megjártam bicóval, és még úgy, ahogy meleg, de már most szottyoska. És itt van egy kicsi sajtburger, és a special burgerük. Továbbá kaptam kettő ilyen törlőkendőt, csak már egészen szószos lett. Megküldték rendesen szósszal. Szóval mit láttok jelenleg itt az asztalon? Két cellofánba tekert burgert és szottyos krumplikat. Mire emlékeztet ez titeket? Bizonyám, hogy a Five Guys-ra. Na már most én még nem voltam a Five Guys-ba. Tudom, nemrégiben tudtam meg, hogy a legközelebb eső Five Guys hozzánk az Bécsben van, és még idén el akarok látogatni Bécsbe, és ha ott vagyok, akkor a Five Guys-ba. De azt nem gondoltam volna, hogy előbb nyílik itt Budapesten egy Five Guys-szerű étterem. És nem én mondom ezt, hanem konkrétan az alkotók is magukat a Five Guys-hoz vagy az In-Out-hoz hasonlítják. In-N-Out. Five Guys-ről már sokat hallottam, amerikai burgerező, illetve van egy ismerősöm, aki Nagy-Britanniában a Five Guys-nál dolgozik, és amikor Covid volt, akkor posztolgatta a Facebookra azokat, amikor a Five Guys adományozott a Nagy-Britannián belül ennyi meg ennyi hamburgert a rászorulóknak. Szóval very cool. Szóval így tudok a Five Guys létezéséről, de azt nem tudtam, hogy hogyan működik, és most elárulták nekem Simonék, hogy alapvetően úgy zajlik náluk a hamburger kérés. Amikor felnézel a táblára, azt látod, hogy ötféle hamburgerük van. Sima hamburger, ami a sima náluk a dupla húsos jelent. Sima hamburger, sima sajtburger, kicsi hamburger, kicsi sajtburger és a Simon Special Burger. A Simon Special Burger az egyetlen, ami fix, amiben megvan, hogy szósz, meg milyen szósz, milyen hús, milyen dolgok. És akkor a sajtburger meg a sima hamburgerben lehet kérni ingyen toppingokat, mint például a Secret Sauce, ami 17 féle alapanyagból készül. Lehet bele kérni grillezett hagymát, grillezett gombát, paradicsomot, salátát és uborkát. Mert állítólag oda nekább ez a dili. A szottyos krumpliról meg annyit, hogy fogják a friss krumplit, berakják egy ilyen krumpli nyomóba, ami ilyen french fries csinál belőle. Mi ez? Ami ilyen szeletekre szeli a krumplit, és akkor rögtön sütik is ki forró olajba, és el is készül. Héjában sült burgonya. Amúgy finom, kicsit lehetne sósabb. Továbbá lehet náluk kapni shakeket, kávét. Az üzlethelyiség nem túl nagy, de azért jó az elrendezése, szóval le lehet ülni páram. És ne is húzzuk tovább az időt.
Bontsuk ki a burgereket. Ja, és amit még nem mondtam, a nagy krumpli 900 forint, a kis sajtburger 2240, a Simon Special pedig 2590. Kezdjük itt a sajtburgerrel, várvárt pillanat. Vajon megérdemli-e az 5 csillagot, ahogy azt sokan mondják? És most következik a harapás, ami elröpít minket Amerikába. Nagyon finom. Ez a titkos szósz lesz szerintem, ami ennyire brutál jó. Vagy a buci maga. Nem tudom, mi okozza ezt, de nagyon finom, nagyon tetszik. Nem engedi, hogy abba hagyjam. Hát ez zseniális. Zseniális ez, srácok. Nem találok szavakat. Nézzük a Simon Specialt. Ugye ez nagy, ebbe dupla smashed húsi van. Hát fogalmas, hogy mi van ebbe. Azon kívül, hogy lekvár. Meg itt látok egy kis sajtot. Brutál nagy hústorony. Nem túlzás ennyi hús. Nem estek át a ló túloldalára? Vagy az amerikaiak őrültek? Lehet, hogy őrültek az amerikaiak. Rökváros hús eszek sajtal. Tudom, hogy elárultátok az étterembe, de mi van ebbe pontosan, mert már full elfelejtettem. Azt tudom, hogy mindjárt szívrohamot kapok, akkor ez megérdemli az 5 csillagot, de el tudom képzelni, hogy az első negatív kritikát ez a hely a sült krumpli miatt fogja kapni. Egy ilyen túl olajos csofatka. A házasszállításra vigyázzatok, mert ez nem túl házasszállítás barát krumpli. Én teli zabáltam magam. Kettő fél burger bőven elég. Ez a pici burger, vágjátok? Ez. Hát jó, hogy nem kértem nagyot. Na jó, én nem is húzom tovább az időtöket, srácok, ezzel a videóval. Menjetek is, próbáljátok ki szerintem, mert elképesztő. Ilyen hamburgereket senki nem csinál itthon, de tényleg. A krumpli az ettem már jobbat is. Kis szottyoska, házias jellegű krumpli. Előrébb kéne hoznom ezt a Bécsbe kiruccanás dolgot, mert kíváncsi vagyok erre a Five Guys-ra, hogyha már. Ha ilyen a másolat, milyen lett az eredeti? Mondjuk, hogy gondolom csak az alapanyagok picit másak. Ezek hazai dolgok, az meg. Ja, és ne rójátok fel a Simon's Burgernek, hogy jó, Five Guys kopi, mert tisztában vannak vele. Viszont látsz Magyarországon valahol Five Guys? Nincs. Behozták. Nem akartak kifizetni egy csomó pénzt a franchise-ra, meg csinálják maguknak. Ilyen ez a piac. Ja, a Pepsi-re se haragszom azért, mert lemásolt a Coca-Cola-t. Lehet, hogy a Coca-Cola is másolta valakiről. Ugye nem tudhatjuk, csak lehet, hogy befutcsolt. A Burger King-re se haragszok, hogy nagyon hasonlít a Mackie-re. Ez ilyen. Simonék megcsinálták a Five Guys-t itthon. Simon's Burger. Five Guys lassú volt Magyarországra jövetelével. De lehet, hogy jobban is jártunk, mert amikor megnézek egy-egy ilyen Five Guys-ban nevős videót, akkor látom, hogy ilyen 10.000 forint körül vannak az ottani burgerek, ami jelenteti azt, hogy a forint monopoli pénz, megjelenteti azt is, hogy külföldön drága az étterem. A jó hamburger drága. Na jó, köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót. Hát ez most, nagyon pozitív vagyok ezzel kapcsolatban. Nagyon nagy volt a hype, bizony, de nem akartam elhinni, hogy ez ennyire jó, hogy tényleg nincsen 5 csillagnál rosszabb értékelésük. A krumpli az egyetlen, amit mondom, bele lehetne kötni, de a többi az teljesen korrekt. Hatalmas adag, szóval az ár is korrekt, ahhoz képest, hogy belváros. Szóval sok sikert kívánok Simonéknak. Elég érdekes, hogy itt a infláció kellős közepén nyitnak egy éttermet, de hajrá, srácok! Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett nektek, és remélem, hogy ki fogjátok próbálni ezt a helyet. A leírásban található egy Instagram link és egy TikTok link. Tudtok engem ott követni. Illetve itt a YouTube-on is, ha még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel. Köszönöm szépen. Első vagyok! Megelőztem mindenkit! Ezt nektek, gasztro, újságírók, meg mit tudom én. Ha! Vagy csak nem kerestem rá, hogy készültem a más gasztro cikk, vagy hír ezzel a helyen kapcsolatban, hogy ne befolyásolja a véleményemet. Na jó van. Sziasztok!